Azoknak, akik szeretnék feldobni egy kicsit lakásuk hangulatát, a nem élő, egzotikus állatok remek beszélgetés indítók lehetnek. Ezeknek az elegáns lakberendezési boltokban vagy galériákban kapható teremtményeknek mindegyike igazi műalkotás. Ezeket a hatalmas papírmasé állatokat kézzel készítik a mexikói Tonalában, abban a városban, amely színes dísztárgyairól híres. Gipsz és üvegszálöntvényekben formázzák meg az állatokat, melyek főbb testrészei két félből állnak majd össze. A mesterek újrahasznosított kartonpapírt áztatnak be. Majd oda tapasztják az öntőforma falához. Ezt addig folytatják, amíg az egészet 5 réteg vastagságban be nem terítik. Kisebb állatoknál 3 réteg elegendő. Majd összezárják a formát és félreteszik száradni. A nagyságától függően ehhez 3-6 napra van szükség. Aztán újra kinyitják és kiveszik belőle a testrésznek az üreges kartonpapír héját. Összeállítják az állatot testrészeinek összeragasztásával, az összeillesztéseket újságpapírral erősítik meg. Majd a teljes felületét beborítják újságpapírral, hogy egyenletes legyen. A papír száradásához az állat nagyságától függően 3-12 óra kell. Aztán összekevernek hintőport vízzel, enyvel. És nedves kartonpapírral. Ez a recept egy sűrű ragasztókrémet eredményez, amit egyenletesen felkennek az egész állatra. A ragasztó 40 perc alatt megszárad és megkeményedik. Ekkor jön a második réteg. Amikor az megköt, a ragasztókrémet egészen hígra felvizezik, és felkennek belőle egy harmadik réteget is. Ha az megszáradt, az állat átkerül a szobrászokhoz. Ott a ragasztó sűrű változatával a művészek kialakítják az állat fejének és testének kiemelkedő részleteit. Ha ezek megszáradtak, az egész állatot lecsiszolják, előkészítik festésre. Először egy alapozó réteget visznek fel rá, ami rendszerint fehér vagy bézs színű. Ez lezárja a papír pórusait. Amint az alapozó megszáradt, felkerül az állatra annak alapszíne. A művészek vízfesték segítségével életre keltik az állatokat, kifejező szemek és érdekes arcvonások ábrázolásával. A művészek nem használnak semmilyen sablont vagy mintát. Saját képzeletükre hagyatkozva egyedi alkotásokat hoznak létre. Az utolsó lépés a lakkozás. Ez 4 rétegben, fényes vagy matt kivitelben történik. A lak kőkeménnyé száradva áthatolhatatlan védőréteget képez a festéken. A papírmasé felülete immár tartós és vízálló. Egy-egy ilyen kézzel készült állatért a gyűjtők bármit megadnának világszerte. Nem csoda, hiszen elképesztően élethűek.